végezték, az ennyi mindent meg kellett tanulni, és tudom, le a kalappal előttük. Most pedig ígéretünk a szíven, a református alapiskola következik Rozsóról, az 5. és 6. tanulók jó voltak, bepillantva is erről a szirincei kolom készítettünk a thank you.
keverednek el. Ez a kalap dolga, egybe tartsa rajt. Rézzel mondtam be, ment ideg el a Merrosnál. Tudod milyen a Jussi? Hát belekerül a kalomba, egy-két év az vége. Megeszi a rosta? Meghozta egy Béla parcsát a csápval, és azt már kalomba, hogy nem engedtük beszéltük. Na fia, azon a tél még nem hozhattam el. Négy öt csöngöt ütöttem egyikbe is, másikba is, de még nem szaradtak rajtuk az ügyet. Így még nem érintettem ki őket. A gyere, halmat, gyere, az egy kis jó fal, megszóljuk, azt nézhetjük is ki. Milyen fából hoztam? Milyen fából, milyen fából? Háska, nyárka, tűzfa, amit a múltkor hoztál. Bizony nem jóra, de ha volna gyertyánfa, juhárfa, vagy agyaró, bár a legjobb papaszén. Én is mehetnék, végre megnézném, hogyan vagy részét a kolomba. Nekem egy igen szép hangú kolomb. Itt egy kolombnak más hangja. A képített kolombot jól meg kell edzeni, és szépen hangolni. Hol is hozhatok? Azzal erősítem a kolomb nyelvét a fülbe. Tudod, nevezetek mellékes hangot. Jaj, de szépen tetszik ez nálam. Viszont tudni kell, hogy hová mérjük ütést az égetéskor, hogy a kolomb megfelelő hangot adjon. A felhangolatlan kolomb olyan, mint a hangszer, amelyik nincs felhangolva. Ha én megcsinálok egy kolombot és megcsendítem, az még 3 másodpercig tartja a jelet. Mi szükséggel tették ahhoz, hogy egy kolomb jól szóljon? Hogy messzire hangzó érces hangja legyen, ne pedig amolyan repett fazékhoz hasonlatos. Nem más, mint a négy őselem. A föld, a tűz, a víz és a levegő. A föld méhéből kerül elő a fém, a grafit és az agyag. A tűz olvasztja egybe a fémet, a víz pedig megedzi. Hogy mi a levegő szerepe? Az viszi tovább a hangot, hogy a jó szag el ne bitangoljon. Ne felejtsétek! A jó kolomb hangja olyan, mint a lelke volna. Viszünk akkor a kisebbből is, mert jó kolomb. Abba a tót kolomból is, meg vagy két percből. Azt lassan elmondom. No csak Jan, kínálhatok meg az öreget is álmodni. Meg már mi is érdekes.